a vén erdőkerülő sem, aki pontosan a 100. évét taposta. Holott küszöbön volt szenteste, és a kis házakban virágkészülődés volt. Csattogott a mozsártörő, és a tepsik alján zsírban mártott nyugatollal kenegették a háziasszonyok. Tilfavágó házában szintén várták a karácsony, ha nem is olyan vidám szíve, mint más években. Biztos az enyhe tél volt az oka, hogy az idén kevesebb fát ettek a kályhák, ezért nem tellett karácsonyi ajándékokra a gyerekeknek. Mitil és két évvel idősebb bátyja már napokkal előtt kifigyelték az elszomorító körülményt, és elhatározták, hogy csak azért is lesz karácsony ajándék. Szenteste délutánján még az édesanyuka vacsorát készítette, az ünnepi ruhákat vasalta, a két gyermek eltűnt. Valamit hallottam, szóljunk
madár, maga a boldogság, és kalitkája az emberi szív.